Szinte egymáson ülnek a szír férfiak a platón, a felhajtott ponyva alól várták az igazoltatást, a rendőrség még este is a megállított teherautóról szállítatta le a csomagtérben bújó utasokat. Mindegyiküket egyesével kutatták át, hamar kiderült, hogy 97-en illegálisan tartózkodnak az országban. A teherautóra, amin utaztak, szerdán délután figyelt fel a rendőrség, a megállítás után a platón lévő migránsok azonnal menekülni próbáltak. A migránsok akkor, amikor a megállítás megtörtént, megpróbálták kivágni, illetve egy nagyobb szakaszon ki is vágták a ponyvát, és megpróbáltak elmenekülni, de addigra már nagy létszámú rendőri erők voltak itt a helyszínen, így nem került sor arra, hogy egyetlen migráns is elszökjön innen. Tehát valamennyien, akik az autóban utaztak, illetve a tehergépkocsiban utaztak, most is itt vannak. Kommandósok, nyomozók, Csongrád Csanád, Bács-Kiskun és Tolna megyei rendőrök felügyelték a helyszínt, a sötétben is a hatóság óriási erőket mozgósított. A teherautót egy 22 éves moldáv férfi vezette, kezén szinte azonnal csattant a bilincs. A járműből előállítottak, és jelenleg is a Tolna megyei rendőrfőkapitányságon van. Őt embercsempész és büntetelkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatják ki. Kihallgatás követően őrizetbe veszik. Általános tendencia, hogy ezekben az ügyekben a legkülönbözőbb védekezést terjesztik elő a vádlottak. Ezt mondta az embercsempészek védőbeszédjeiről idén áprilisban a szekszárdi törvényszék szóvivője. Dr. Kovács Ildikó szerint a migránsokkal teli autókat vezető sofőrök legtöbbször ugyanazt próbálják elhitetni a bírósággal. Azt szokták általában mondani, és védekezésük arra irányul, hogy ezek a migránsok stopposként, vagy az útról egyszer csak előbukkanó ismeretlenként kerültek az ő gépjárművükbe, és mivel egy nyelvet beszélnek, többnyire arab, török, szír, vagy kurd, vagy egyébként attól függően, hogy milyen az embercsempésznek a nyelve, illetve az állampolgársága, ő felveszi őket, és általában a migránsok kérik, hogy szállítsa őket nyugatra. Szerda este Dunaföldváron Tolmács is segítette a rendőrök munkáját, a migránsokat visszavitték az ideiglenes határzárhoz. A 22 éves embercsempészről kiderült, hogy jogosítványa sincs, a bíróság hamarosan dönt előzetes letartóztatásáról.